Csinálhat rosszul semmit? Hát vegye tudomásul, hogy igenis csinálhat. És csinál is. Mert ha maga nem ér rá kitenni a táblát, akkor még odaszólhat a Kádár úrnak, vagy a, vagy a Sipos úrnak, vagy a Rácz kisasszonynak, hogy 7 óra elmúlt, legyen szíves kolléga kitenni a táblát. Hiszen mi most sincs kint a tábla, mi, mi most kint? De abban, hogy én tömegközlekedéssel utazom, a környezet tudatosságnak nincs köze illetve ahhoz nincs köze a környezet tudatosságnak, hogy én közlekedési eszközökkel utazom, egész egyszerűen, bár egyre jobban fáraszt, kikapcsol. De szépen fölülök a buszra, és átismétlem a szövegemet, vagy vagy újságot olvasok, és eltelik az az 1 óra 5-10 perc, ez semmi. Ha győrbe utazom, oda ugye vonattal, ott pedig 1 óra 20-25 percet kell eltöltenem. De ezt... Nagyon kényelmesen el lehet tölteni. Persze autóval is szoktam utazni, de akkor, amikor előadás végén már nincsen közlekedés, akkor a kollégáim szoktak akár Győrből, akár annak idején Miskolcról, vagy, vagy most majd városi előadások után a kollégák visznek vissza Budapestre. Az meg az előadás után az meg azért érdekes, mert akkor jókat csacsagunk az előadásról, meg, meg minden másról, a szính, általában a színházi életről. A leállás azt nagyon nehezen éltem meg, az egész egyszerűen az idegrendszeremre nagyon rossz hatással volt, lelkileg is nagyon megviselt, egy nagyon szép darabot kezdtem el próbálni az Amadeust, már harmadszor ugr ugrottunk neki, és ott álltunk már, próbáltunk, és leálltunk, és úgy álltunk le, hogy abból az előadásból végül is nem is lett semmi. És engem ez nagyon megviselt. Fölszaladt a vérnyomásom, rögtön telefonálom kellett a dokimnak, az fölített még egyfajta gyógyszert. Szóval rendesen fizikailag is megviselt. Akkor én is benyeltem a koronavírust, az is még betett egy picit, bár nekem nem voltak vészes tüneteim. Úgyhogy mondhatom, hogy nagyon rossz hatással volt. De most már kiláboltam belőle, sőt, olyan, olyan két hónap kellett, amíg, amíg, amíg magamhoz tértem, nehéz időszak volt. Én még változatlanul nagyon szeretek szinkronizálni. Nagyon sokan elunták életük során, én közel, közel 30 éve szinkronizálok. Én még mindig a, a játékot látom benne. Végtelenül szórakoztat, és mivel az esetek 80%-ában komoly filmekre hívnak, legyen az mozi, vagy DVD, vagy akár egy TV film, komoly színészek szinkronizálására hívnak, ezért ezért még, még, különösen izgalmas és szórakoztató. Tehát azért egy John travolta volt, egy baldwin egy Christoph waltz szinkronizálni, azért ez nem egy kis dolog. A többiekről nem is beszélve, most felsorolhatnék rengeteg embert. Colin firth is említeném, akit nagyon-nagyon szeretek. Hát e, igazi kihívás, és e, én azt szoktam mondani, hogy ezeknek a sztároknak, amikor az ember kölcsönzi a hangját, akkor én igyekszem a lehető legkevésbé elrontani őket. Tehát én megértem azokat, akik nem szinkronnal nézik a, a filmeket, hanem eredeti hangon jobban szeretik, de gondolni kell azokra is, akik meg nem akarnak olvasgatni, meg nem is, vagy nem is beszélik olyan magas szinten a nyelvet, tehát kénytelenek lennének olvasni, e, meg kell érteni őket is, hogy ők ők pedig szinkronizálva szeretik a filmeket. Viszont ez nagy felelősség, mert, mert egy ilyen világsztárt nem szabad elrontani. Tehát én szoktam is kérni rá több időt, és, és azt gondolom, hogy elég jól teljesítem a feladatomat. Hát a színház az az első, az az mindenek fölött. Azzal nem betekedhet semmi. Se a se film, se a tévéjáték, se, se a szinkron, se a rádió, se semmi és azt gondolom, hogy az mindennek az alapja. Nem véletlenül szokták mondani nagy amerikai vagy angol világsztárok, hogy, hogy a színházban tanulták meg a színészetet, mert a nagy részük színházban kezdte, a színházban tanulták meg a színészetet. Utána persze a filmszínészet az változtat az emberem, mert ott sok mindent másképp kell csinálni, mint a színpadon, de az alapja mégiscsak a, az a színház. Nagyon sok mindent ott tanul meg. Nekem az a, az, az első a színház. A többi az játék. Én nem szívesen forgatok, nagyon ritkán forgattam, sokkal többször hívtak, mint amennyit én elvállaltam. Ezért vagyok olyan keveset a televízióban is, és a filmvásznon is. Mert engem az nem szórakoztat annyira, mint a színház. A színház egy, egy folyamatos aktivitást jelent. A, a filmnél ezek az átállások, hogy most akkor átállunk a kettes képre, és két óra elterik, meg három akkor, és vegyük fel a másik oldalról, akkor megint elterik két óra, és megy az idő valamerre. tőlem valami táv, távoli vidékekre költözik az idő, és én nem tudom jól kitölteni. Valakik fölmennek a. a Buszba, és csevegnek, csacsognak, esznek, isznak, én meg én meg sétálgatok. És azt veszem észre minden forgatás végén, hogy hulla fáradt vagyok. De azért, mert szinte lesegülök. Én csak a, a munkát élvezem. A színházban azt szeretem, hogy hogy itt, főleg az utóbbi valány évben, hogy nagyon nagy szerepeket játszom, hogy nagyon kevés holt időm van. És és végtelenül szórakoztat a, a partnerekkel való együttjátszás. Ját, együtt és itt is Dunavivárosban, városban én játszottam már ezt a szerepet, de nagyon élvezem, mert minden partnerem más, mint volt Győrben. És nagyon kíváncsi vagyok rájuk, és a mai nap azért nagyon különleges, mert ma először, eddig állarcban próbáltunk, de ma először levettük az állarcot, de csak a színpadon, meg most itt a a kamera előtt, mert a távolságot ugye betartjuk, és most először a színpadon levettük az állatot és egymás arcára csodálkoztunk. Eddig csak a szemeket láttuk. Úgyhogy ez a mai nap, ez különösen izgalmas. Ez, ez, a, ez a szerep, ez teljesen önmagamból jön. Én csak a tévéjátékot láttam annak idején, és amikor kiderült, hogy fogjuk játszani, akkor megnéztem még egyszer és engem annyira eltalált annak idején, nyolc éve játszottam Győrben, ez a szerep, mert én pont abban az időszakban voltam, sőt, egy kicsit előtte voltam egy, egy magánéleti válságban. És nagyon sok minden hasonlított a magánéletem, és a színpadon játszott szerep között. Úgyhogy most már csak arra visszaemlékszem, de akkor nagyon közel voltam hozzá. Úgyhogy igazán nagyon nagyon jól esett próbálni a szerepet az összes kínjával együtt. És hát ez egy fergeteges végjáték. Én szerintem dőlni fognak a nézők itt is, Dunaujvárosban a nevetéstől, jobbnál jobb színészek a partnereim. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly és kellemes kikapcsolódás lesz.